fog történni egy olyan dolog, ami ellen is tiltakozunk, és ezt tényszerűen tegyék ki a magyar nemzet elé, a sajtókban, a televízióban, hogy Magyarországon ma még mindig lehetséges kilakoltatás, annak ellenére, hogy a miniszterelnök úr azt mondta 2010-ben, hogy senkit nem rakunk ki az utcára. Csak a Google-be rúg be mindenki, akit lehet. István, mindenkinél, aki olyan mobil van, helyezze készen létre. Rendőrfeleség. A következő kilakoltatás egy rendvédelmi dolgozónak a feleségének a házánál lesz. Nem rosszabbkor, de visszafogad. Nem tudom, hogy fogtok szembenézni a kollégával, amikor oda vezényelnek benneteket. Jó, oké, őt. Jogtalan az egész, ott van a papír, és mégis megcsinálják. És ez kinek a ötlete volt, hogy úgy bementek? Na most akkor most jön a következő információ, hogy ez az a néni az, akinek a férje rendőr volt, és szolgálta ezt a hazát. És ezt a nénit most nektek itt ki kell rakni az utcára. Hogy jön ez össze az erkölcsi magatartásatokkal? Kollégátoknak a 92 éves hátramaradt feleségét kell kirakni ma az utcára.